érvényesítette a papírformát a Diósgyőr együttese, de nem volt könnyű, mert hogy az első fél időben azért komolyan megnehezítette a dolgát a Nyíregyháza. Hogyan látta a mérkőzést? Hát ugyanúgy, nekünk soha meg nem volt könnyű egy meccse. Nekünk vérezni kell 3 pontig, az máma is történt. Viszont boldog vagyok, hogy egy rész ilyen szép meccsel voltam én is. Azért, mert legyen ilyen több Magyarországon, mindenki boldogabb lesz. Egy ilyen hangulatban, ilyen jó mérkőzés, ahhoz kellett egy jó Nyíregyháza is. És azt gondolom, hogy a szurkolók profitáltak. És hát boldog lehet a csapat, mert hogy megint felzárkózott közvetlenül a dobogó mögé, már csak ezért is nagyon fontos volt ez a mai győzelem. Hát máma voltunk olyan, amilyen voltunk 80%-ban ebbe az évbe. Visszakerültünk a ritmusba, hajtottunk végig, és játékosnak nagy-nagy gratuláció azért, mert oda tettek szívet meg a lelket. Nem volt könnyű, persze, hogy nem volt könnyű, azért, mert Nyíregyháza szervezeten védekezte, vártak a kontrát, és mink olyan helyzetben voltunk, hogy muszáj volt nyerni. Sikerült, gratulálok a csapatnak, a Nyíregyházának további sok sikert kívánom azért, mert jó csapatról van szó. Köszönöm szépen az értékelést, gratulálok és további sok sikert. Már is folytatjuk Mátyus Jánossal rögtön ideért mellém. Hát szervezettség és higgadtság jellemezte a csapatot az első fél időben, amivel gondolom, hogy nagyon elégedett vagy, aztán jött a kiállítás és hát megváltozott a meccsképe. Valóban vereség után az ember nem nagyon szokott ilyet mondani, de én nem vagyok olyan túlságosan szomorú. A vereség nyilván borzasztóan fájó, egy ilyen nagy múltú mérkőzésen csodát tehetünk volna. Közel voltunk hozzá a csodához, de összességében mégis azt mondom, hogy nem érdemtelen nyert a Diósgyőr. Nagyszerűen küzdöttünk, agresszívak voltunk, kemények voltunk, de egy picit talán ők még előrébb járnak nálunk. A kiállításon mennyi múlt, hogy ott azért elég rendesen megváltozott a mérkőzésképe, vagy azért el is fáradt a csapat, mert az első fél időben azért nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani a védekezésre? Nem fáradtunk volna szerintem el, hogy a kiállítás mennyire befolyásolta, nyilván befolyásolta, de ezt már soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna. Én nem ezzel foglalkoznék. A legfontosabb most az, hogy a csapatom olyan karaktert mutatott, ami talán nem is jellemző volt régebben, mint futballista. Erre büszke vagyok. Én azt gondolom, hogy az út, amire lépünk, az jó. Hiszen eltelt ugye 3 meccs velem, szereztünk 3 pontot. Viszont azt most bemegyek az öltözőbe, és megkérdezem a fiúkkal, hogy jövő hét utáni héten az első következő meccsünkön mindenképpen nyernünk kell.